12 éven aluliak számára nem ajánlott. Itt ülök nap-nap után az örökké valóságig, az én egyetlen elmebajos ősellenségemmel. Négy panasz a héten. Négy. Ez meg itt a pont, amikor pontot teszel a mondat végére. Azonnal tedd azt a minifánkot, mielőtt feldugom a miattatok utálom a munkámat. Felveszünk egy ügyvezető igazgatót, aki felügyeli az összes részleget. Enyém a meló, minimafilm. Ha te kapod meg, felmondok, ugye fordítva is így lesz. Sajnos képtelen vagyok megadni ezt a gyönyört. Nem először mondtad ezt egy nőnek, mi? Szóval ti ennyire indultok egymásra? Nem. Szenvedélyesen gyűlölöm őt. Hogy az a roha? A bestseller alapján. Gyűha, mi az alkalom? Lélektani hadviselés. Vajon milyen lehet fegyverként használni a nyers, állatias vonzerőt? Volt egy elég különös álmom. Feküdtem az ágyban, mesztelenül. Van egy elméletem. Mit művelünk? Mi ez a játék, amit játszunk? Amikor gyűlölünk valakit, az nyugtalanító módon hasonlít a szerelemre. Játszunk egy másik játékot, amiben újra kezdjük. Miért? Nem akarok holmi kísérlet lenni, mielőtt megállapodsz. Minden szabad. Ugyanazért az állásért versengünk. Kizárt, hogy megbízzunk egymásban. Tiéd vagyok. Ebben megbízhatsz. Szerelemben és munkában. Mondtam, hogy visszalép, ha beígéred, hogy megsimogathatja a pónit. Nem kell segítség, hogy legyőzzem. Bármire hajlandó vagy, csak hogy győzhess. Bármi is ez, nem csinálom tovább. Nem tudlak hova tenni. Azt hittem, hogy gyűlölsz. Soha. Szóval, most milyen játékot játszunk? Gyűlölök és szeretek. Amikor megismerted Josh, mit gondoltál? Azt, hogy rideg és ijesztően merev. Én meg, hogy Lucy egy gerinctelen nyaligép. Gyűlölet volt első látásra. Január 20-ától a mozikban.